Az első szedben jobban kezdtek a vendégek, hiszen 9-7-re vezettek, de 17-16-nál már a Barcikánál volt az előny. A hajrában Csoma vezetésével ismét a Mafcát jobban, és végül 25-21-re megnyerte az első szakaszt. A második felvonásban feljavult a vegyész játéka, nem ismertek elveszett labdát a fiúk, foggal körömmel küzdöttek, és 15-12-es, valamint 20-16-os hazai előnynél is időt kellett kérnie a fővárosi edzőnek. Nagy Péter tanácsait azonban nem fogadták meg fiai, így a Barcika 25-22-re megnyerte a második felvonást. A harmadik etapban továbbra is jó formában játszottak a házigazdák. Mineiro és Szupa tarthatatlannak bizonyult, és a vendégek légiósai nem tudták velük felvenni a versenyt. A 7-3-as kezdés bénítóan hatott a Mafcra, és 18-13-nál érezhető volt, nem kérdés, melyik csapat hozza a szettet. Végül 25-19-re nyerte meg ezt a felvonást a Gazinc Barcika. A negyedik etapban 13-3-mal nyitott a VRCK és uralta a játékot. Eredményesen röplabdáztak a toronyai legények, akik a játszmát 25-14-re, a meccset 3-1-re nyerték, így kiegyenlítettek a három sikerig tartó párharcban. Pesten is tudunk így játszani, nyerni megyünk minden egyes meccsre, főleg most ugye, hogy a playoff van. Egy meccset hozni kell mindenféleképpen Pesten, szeretnénk ezt hétfőn elhozni, ezt a győzelmet. A barcikai tréner tervei azonban nem valósultak meg, mert hiába nyerte meg a hétfői mérkőzés első játszmáját 25-21-re, és vezetett a második és harmadik szedben többször is a Kazinc Barcika, végül 3-1-es vereséget szenvedett a fővárosban. Így az adásunk idején zajló negyedik meccsen el is dőlhet a bronzérem sorsa. A kék-sárgák azonban úgy kalkulálnak, hogy nyerni tudnak, és így a mindent eldöntő 5. találkozón, április 18-án vasárnap este Budapesten derülhet ki, hogy melyik csapat szerzi meg a bajnokságban a harmadik helyet.